Korábban is volt lehetőség az úgynevezett egyablakos bankváltásra, azonban az ügyfelek október 29-től még könnyebben és gyorsabban választhatnak szolgáltatót. A szakemberek szerint a kedvezőbb kondíciókkal rendelkező pénzintézeteket legegyszerűbben a Magyar Nemzeti Bank weboldalán elhelyezett összehasonlító alkalmazással találhatják meg. Ha valaki a bankváltás mellett dönt, a kiválasztott pénzintézet ügyfélszolgálatán leegyszerűsítve kérheti a számla hordozását. Az ügyfél megkeresi az új számlavezető bankot vagy takarékszövetkezetet, és egy nyilatkozattal tulajdonképpen elindítja ezt a folyamatot. A bank rögzíti, és nagyon rövid időn belül, két napon belül felkeresi a korábbi számlavezetőt, és adatokat kér a korábbi számlavezetőtől. Ezeknek az adatoknak pedig az öme igazából a számlához kapcsolódó rendszeres átutalás, illetve a közműdíj beszedéssel kapcsolatos adatokat tartalmazza. Természetesen ugye a számla egyenleg, illetve a korábbi, ez 13 havi forgalmat jelent azoknak az átadása, és az új számlavezető pedig elindítja a szolgáltatók felé a számlaváltással kapcsolatos információknak az átadását. Az új jogszabály szerint az eljárásért csak a valóban felmerülő költségeket lehet felszámítani, ami azt jelenti, hogy az ügyfelek így egyszerűbben és olcsóbban választhatnak kedvezőbb árú szolgáltatót. A különböző hitelintézetek, bankok, takarékszövetkezetek nagyon sokféle lakossági forgalmazó számlát forgalmaznak, sokféle szolgáltatással is rendkívül különböző díjszabással, költségekkel, és ennek az összehasonlíthatósága következtében az ügyfél jobban tud akkor dönteni a számára megfelelő konstrukciónak a választásával. A lehetőséggel a hazai lakossági számlatulajdonosok élhetnek, akik kizárólag azonos devizanemben vihetik át a számlájukat egyik banktól a másikhoz.